Dauda Karabujével, a francia válogatott kétszeres olimpiai bajnok kapusával, az U18-asok kapusedzőjével állunk itt. Az a kérdésem, hogy mi a véleménye erről a tornáról? Úgy gondolja-e, hogy hasznos egy ilyen nemzetközi torna a fiataloknak? What do you think about the tournament and is it useful for the guys? Dauda, en fait, te demande ce genre de tournoi, est-ce que c'est utile et comment tu l'as vécu avec les joueurs? Alors je trouve ça très intéressant, puisque c'est intéressant de préparer l'avenir pour les équipes nationales. Surtout que les deux équipes doivent jouer les qualifs pour l'Euro. Donc ce genre de compétition à quelques semaines des qualifs, c'est plutôt intéressant. Those kind of tournaments are very important for the preparation of the guys. The qualification is in 2 weeks for the European Championship, and we are very happy to be here. The organization is very fine. Nagyon-nagyon örülnek, hogy itt lehetnek Magyarországon Kecskeméten, hiszen az ilyen tornák, ahol ilyen erős csapatokkal találkozhatnak, mindenképpen segítik őket a felkészülésben, hiszen 2 hét múlva most már Európa bajnoki selejtezőket játszanak ők is, és az ilyen jellegű, ilyen rangos torna mindig jól jön, és jókor jön. What do you think about the goalkeeper's performance? Mit gondolnak a kapus teljesítményről? Ce que tu penses de la performance des gardiens? French goalkeeper in general, en général, et puis éventuellement les gardiens du tournoi. Okay. Je trouve que essentiellement le gardien hongrois a été vraiment très fort, surtout sur le premier match. Je trouvais qu'il y avait de belles attitudes. Maintenant, bien sûr, vu que je porte le drapeau France, j'opterai plutôt pour notre gardien. Mais sinon, oui, la belle perf du gardien hongrois. The Hungarian goalkeeper made a very good first game in the tournament, first match in the tournament. He had good attitudes, and Dauda prefers the French goalkeeper, of course. But there are a good level for the goalkeepers in this tournament. Azt mondja Dauda, hogy nagyon meg van elégedve a torna kapus teljesítményeivel, külön kiemelte a magyar kapust. Pásztor Imrét, akinek a hozzáállása, a stílusa kifejezetten tetszett neki, de mégiscsak a franciákat preferálja, amit azt hiszem, hogy megérthetünk, hiszen ő edzi a francia kapusokat. Okay. You work only with these guys, only with this age group, or with others as well? Csak ezzel a korosztályjal foglalkozik, vagy más korosztályokkal is? I have a translate, but tu travailles seulement avec ce groupe, elle te demande pour les catégories d'âge. Alors je travaille essentiellement avec ce groupe-là. Maintenant, peut-être qu'il y aurait des possibilités pour que je travaille avec un autre groupe. Mais d'abord, je vais d'abord bien faire mon travail ici et après on verra. Mais c'est vrai que les équipes nationales ont besoin d'entraîneurs gardiens. He works actually only on the staff of this ages. Of this team, he said that it's very important to have this work with the young goalkeepers of the different French teams, and it's the only one maybe peut-être avec d'autres. Peut-être avec d'autres, mais maybe with others later. Azt mondja, hogy jelenleg csak erre a korosztályra koncentrál, de reméli, hogy majd a jövőben esetleg más korosztályokhoz is hívják dolgozni, és azt meg szívesen fogja vállalni. Do you like it? Tetszik neki, hogy ezzel a korosztályon foglalkozhat? Like it to work with the... Ouais, si tu aimes travailler avec les jeunes gardiens, comment tu le vis? D'abord, le handball, c'est ma passion. Gardien de but, c'est le poste que j'ai pratiqué. Donc forcément, j'aime travailler avec eux, mais c'est le fait de pouvoir participer à la formation et de transmettre quelque chose à des plus jeunes qui me donne le plus de satisfaction en fait. Handball is his passion and he was goalkeeper. That's very fine to help these young goalkeepers to become better and he had a very a lot of pleasure to do that. Mondja Karabuja, hogy nagyon élvezi ezt a munkát. Örül, hogy ezekkel a fiatalokkal foglalkozhat, hiszen a szenvedélye a kézilabda, és nagyon örül annak, hogy a tudását átadhatja a fiatalabbaknak is, és ezáltal jobbak és jobbak lesznek majd mérkőzésről mérkőzésre, és esetleg a nagy válogatottba is bekerülhetnek majd a teljesítményükkel. Dauda Karabuja, thank you very much, merci beaucoup. Thank you too, merci.